Szép jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit a Demokratikus Koalíció sajtótájékoztatóján. Friss hír szerint Románia jelentősen emeli a nyugdíjakat, így a térségben Magyarországon lesz a legalacsonyabb az átlag nyugdíj. Már nem csak Ausztriában, Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban is magasabb az átlag nyugdíj, mint nálunk. Magyarország ebben végérvényesen leszakadni látszik. Hiába vagyunk európai ország, becsületes munkában megőszült magyar nagymamák és nagypapák küzdenek a megélhetésért. Egyre magasabb gyógyszer és élelmiszerárakkal, magas rezsivel, gyerekek, unokák külföldre vándorlásával, így nagy részt már rájuk sem számíthatnak életük hátra levő részében. Ha nem történik érdemi lépés, akkor a magyarok hiába dolgozzák végig az életüket ebben az országban, időskorukra, szegénységre és nélkülözésre lesznek ítélve. A Demokratikus Koalíció szerint szégyen, hogy az Orbán kormány Európa legszegényebbjeivé tette a magyar nyugdíjasokat. Orbán Viktor ígérget, választás előtt szavazatot vásárol Erzsébet utalvánnyal, de valójában Orbán Viktort és az Orbán kormányt nem érdekli a magyar idősek élete. A magyar nyugdíj érdemben évek óta változatlan, és várhatóan az is marad. Ha a kormány akarna, be tudna avatkozni. A DK szerint lehetővé kellene tenni, hogy bérekkel együtt a nyugdíj is emelkedjen. A nyugdíjkorrekciót nyugdíjas inflációs kosárral kellene számolni, hogy tényleg azokat az árakat nézzék, amelyek érintik az időseket, és kártalanítaniuk kellene az átvert és kisemmizett rokkant nyugdíjasokat is. A DK éppen ezért küzd az Európai Egyesült Államokért, hogy a kormányoktól függetlenül minden európai polgárnak járjon az európai minimálnyugdíj. Szégyen, hogy akik ma jobb életet akarnak a magyar nyugdíjasoknak, azoknak kormányzati ellenszélben kell dolgozniuk. A DK szerint, aki becsülettel végig dolgozta az életét, annak jár a tisztességes időskor. Köszönöm szépen. Nyugdíjügyben ennyit szerettem volna mondani. Van esetleg kérdés ebben a témában, más témában? Tessék parancsolni. Úgy vélekedünk, hogy a végén egy jelölt maradhat csak a fideszes jelölttel szemben. A legesélyesebb jelöltnek kell lennie, és ezen a Demokratikus Koalíció nem kíván változtatni. És most tulajdonképpen mit terveznek? Megállapodást, majd leülnek a Jobbikkal, vagy esetleg ezekben a kerületekben is előválasztás lehet? Nyilván a Jobbik most megnevezett két jelöltet, akkor ezek szerint ott el kell dönteni. A Demokratikus Koalíció az alapelvhez mindenképpen ragaszkodik, hogy egy jelölt maradhat, az összes többit pedig nyilván a pártok közös megbeszélésein, ezeken nyilván Karácsony Gergely is részt fog venni, ezeken a megbeszéléseken kell a végső megállapodásra jutni. Számítottak erre egyébként, hogy a Jobbik nem sokkal Karácsony Gergely bejelentés, illetve a közös bejelentés után, amikor Karácsony Gergely ismertetett, meg fog nevezni két polgármesterjelöltet? A politikában sok minden elő szokott fordulni, természetesen a Demokratikus Koalíció minden helyzetre felkészül, de mondom, egy jelölt maradhat csak a Fidesz-szel szemben, annak, akinek nyernie kell, és a DK az eredeti megállapodáshoz fogja magát tartani. Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? Igen? Ismán, a DK azt javasolta az EP baloldali frakciójának, hogy ne támogassák a Fidesz-es jelölteket a A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselői valóban ezt javasolták. A szociáldemokrata és szocialista és demokrata európai parlamenti frakciónak. Tettük ezt azért, mert az Orbán rendszer kiszolgálóit, közkatonáit nem csak Magyarországon, hanem az európai parlamentben sem kívánjuk támogatni. Ők az orbáni rendszer kiszolgálói, az európai integráció szétverői, az európai együttműködés akadályozói, és mint ilyen rajtunk nem újjon az, hogy semmilyen fontos és felelős pozícióban ne kerülhessen fideszes politikus az Európai Parlamentben. Én a Fidesz erre azt mondta, hogy ez az Európai Uniós szokásokban, illetve a magyar választókban az akaratában számít.
Az Európai Unió szokásjogával ellentétes az is, hogy Orbán Viktor veje 13 milliárd forintot vigyen haza, és erről az Európai Unió csalásügyi hivatala megállapítja, hogy ez egy bűnszövetkezetben elkövetett csalás, valamint az is viszonylag ritka, hogy egy országgal szemben elindítsák a 7-es cikkelyes eljárást, amely a jogállamiság felszámolása, úgyhogy a Fidesz szerintem inkább ne csodálkozzon, hanem készüljön arra, hogy az európai téren is ritkulni fog a levegő körülöttük és Magyarországon is. Igen? Hát ebből látszik, hogy a Fidesz és Orbán Viktor megpróbálja az óránál fog. Igen. Ebből is látszik, hogy a Fidesz és Orbán Viktor megpróbálja az óránál fogva vezetni az Európai Uniót. Korábban éppen a jogállam felszámolása miatt emelt Európai Uniós kritikák miatt vonták vissza a közigazgatási bíróságokról szóló törvényt a parlamentben, most pedig hát kiderült, hogy ez is a pávatánc része, ők szórakoznak, Magyarország nemzetközi megítélése pedig romokban hever. Természetesen soha egyetlen szavát nem hiszük el a Fidesznek, azt se hittük el, amikor visszavonták, amikor majd újra előhozzák, akkor újra nemzetközi porondra fogjuk vinni ezt az ügyet. És akkor azt is így, hogy mire számítanak a Fidesz olcsó szerepelni a bizottsági helyek elosztásával kapcsolatban, és ezt pedig már arról is hallani, hogy fog elején azt, hogy megválasztás is egyébként. Von der Leyen asszony megválasztása ügyében a demokratikus koalíciónak még nincs végleges álláspontja. Természetesen kifogást emelünk az ellen, hogy a csúcsjelölti rendszert gyakorlatilag zárt szobákban gyakorlatilag felülírják az Európai Parlamentben és a miniszterelnökök körében követett alkuk, ezért ezzel valóban van probléma. A jelölt asszony politikája a demokratikus koalíció számára alapvetően támogatható, de mondom, nincs még döntés arról, hogy a DK hogyan fog szavazni. Abban pedig nagyon bízunk, hogy a szociáldemokrata frakció, a liberális frakció és a zöld frakció tiltakozása a fideszes kinevezések ellen remélhetőleg mások számára és a néppárt számára is elbizonytalanító hatású lesz. Nincs helye az Európai Unió vezető testületeiben, még bizottsági szinten sem azoknak, akik szétverik az Európai Uniót. Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, köszönöm szépen.